A hagyományos testmozgás mellett az izgalmakra vágyók két új sportágat is kipróbálhatnak. Az egyik a magyar fejlesztésű tagball, vagyis az asztali lábtagball. A másik a food golf. A nemzetközi versenyek rendezésére is kiválóan alkalmas 18 szakaszos Nimrod food golf pálya 2019-ben készült el. Ez Európa első kifejezetten food golf játékra tervezett pályája, ami megfelel a Nemzetközi Food Golf Szövetség előírásainak. Az Arni, a vejem, ő is futgolf, aztán annyira szerelmes lett a futgolfnak, hogy most éppen utazik Olaszországba. Nagyon jó játékos. A tervek szerint 2022-ben készül el a 79 szobás Hungarikum Hotel, melynek valamennyi szobája egy-egy Hungarikumról kapja majd a nevét. Minden szobában egy okos eszköz és kiállítási anyag segítségével mutatjuk be az adott Hungarikumot az érkező vendégeinknek. A közeljövőben megkezdődik az 1000 fő befogadására alkalmas Kárpátia rendezvényház építése is. Itt vagyunk Lakiteleken. Lezsák Sándorral, országgyűlési képviselővel találkozunk, aki megmutatja nekünk, hogy mi minden épült 30 milliárd forint állami támogatásból. Nem kaptunk állami támogatást. Tehát megtanultunk gazdálkodni. És most megkaptuk a kormányzati támogatást. A feleségemmel hoztuk létre ezt az alapítványt, és a teljes vagyont átadtuk 2000-ben a Szeged-Csanádi püspökségnek. Tehát itt most minden, ez a pohár is, a vízzel együtt, Szeged-Csanádi püspökség tulajdona. Mi, az alapítvány, vagyonkezelők vagyunk. Ki az, aki ön mellé állt, és mondjuk az elmúlt 10 évben neki köszönhetően ez a 30 milliárd forint befolyt? Az elmúlt 10 évben Orbán miniszterelnök úr, de ő pártelnökként is támogattam. Nyilván tudja, én nem vagyok Fidesz tag, tehát nem, de én azt hiszem, én egy pártnak voltam tagja, az MDF-nek, azt alapítottuk, kizártuk, én azt mondtam, hogy nem. És Orbán Viktor mikor járt itt utoljára? Orbán Viktor? Hát van, vagy 4-5 éve, nem tudom pontosan. Nekem... De figyelemmel kísér, most egy 3-4 hete, nézte meg ezt a filmet, nem itt, hanem az irodámban, parlamentben. 2008-ban miniszter, akkor pártelnök megkérdezte tőlem, hogy te mit akarsz az Olasz Népfőiskolában? És ezt ritkán szoktam elmesélni. És mit akarsz az Olasz Népfőiskolában? És egy ilyen A4-es papírra elkezdtem rajzolgatni. Körülbelül még a körvonalakban is, hogy mit, hova, hogyan, minden. Fél óra múlva egy mesélem, beszélek, hogy mi lesz, hogy lesz, milyen közösségeket és milyen kollégiumok. És azt hittem, nem figyel oda. Csönd. Egy 3-4 óra múlva megszólalt, hogy ez olyan szép, hogy ezt meg kell csinálni. Kész, ennyi. Átlátszó.hu munkatársai. Jöjjön! Tehát itt a bor régiók szerint, és ide bort csak az év borászaitól hozunk. Megnyitott, de már használgatjuk, tehát és itt az, voltak itt. Itt végülis a borkóstolásra építenek? Igen, hát meg tanfolyamokat, meg bortrezorok. És akkor szerkesztette, ott pont ott látom a nevét. Igen, igen, igen. Több az én munkámból van. Így van. És a Kína kollégium adnak, és most volt a könyvünkben mutatott. Ez miről szól ez a könyv? Van egy Kína kollégiumok. Nagyon érdekes. Akkor oldal, képernyők. Hát elég modernem.
Van valami konferencia most a tervezve a jövőre? Ajjaj. Na, van például a gyógyvizek egy nagy balneológiai nemzetközi konferencia. Ez a szálloda, ugye? Igen, az lesz. Üdvözlöm. Tiszteletem, elnök úr. Átlátszó.hu munkatársai. Nálunk nincs az, hogy na, csak azért, hogy na még 2000 forintot lovagoltassunk, azért majd még 10 embert behívunk, hanem pontosan az a cél, hogy ez a pár ló is, nyilván a lovak folyamatosan bővülnek, szóval, hogy azért mindig olyan lovakat vásárolunk, ami az igényeknek megfelelő, meg egészségesek. Hát ez mennyire politikai, mennyire kulturális, mennyire turisztikai projekt, hova tenni valahol? Mindegyik. Mindegyik? Mindegyik. Két hungarikum van. Mindegyik. Úgyhogy bejön a 6. osztás gyerek, és ez a kuverponta tudja majd részleteiben. A géniuszok útja, magyar tudósok, feltalálók körbe. A másik Karikó oldal... Karikó ott lesz, így van. Ott lesz. És a másik oldalon pedig planetárium. 50 emberre, 50 gyereknek, felnőttnek. És az egésznek az a cím, hogy magyarok égen és földön. Igazán nem is ültem még benne. Hát kényelmes nagyon. Kényelmes. És itt, ha egy év múlva most indítok egy kollégiumot, robotika, és itt egy robot fogja fogadni a vendégeket. De itt az állista. Nem régen összehívtam a környék strand tulajdonosait, vezetőit, és azt érzékeltettem, hogy nekem az a fontos, hogyha együtt emelkedünk. Tehát ne gyűlölség legyen, könnyű nekik, és ennek örülök, hogy tényleg sikerül a térséget beéleszteni.